Annak ellenére, hogy az egy hete keletkezett tűzvészben súlyosan megsérült, vagy éppen azért, továbbra is ellátogatnak turisták a Notre Dame-hoz. A párizsi székesegyházat a rendőrség kordonnal vette körül, a középkori katedrális nem látogatható, csak kívülről tekinthető meg. Itt voltunk tavaly a gyerekekkel, de nem tudtunk bemenni, akkora volt a tömeg. Akkor azt mondtuk nekik, majd megnézzük belülről máskor. Most azért jöttünk, mert a tűzeset téma a körükben, és a lányaim még rajzokkal is készültek, mondja ez a párizsi férfi. A keresztény egyház egyik ékkövének helyreállítási munkálataihoz számtalan felajánlás érkezett, kérdéses azonban, hogy valóban sikerül-e minden részletében rekonstruálni. Nem tudom, hogy meg lehet-e ugyanúgy építeni, annak idején egészen más anyagokat alkalmaztak. Azt hiszem lehetetlen, már csak azért is, mert túl drága lenne, véli ez a horvát turista. A Notre Dame a francia állam tulajdona, alaphelyzetben a felújítási költségeket is az államnak kell viselnie.